szemben foly a gin. Ezt ne felejtsd el, és az se, hogy nekünk még beszélnünk kell. Vendetta lesz. Jó, benne vagyok. Bármikor, bárhol. Abrakadabra, dősz a kardba, itt mindenki a real deal sikerét akarja. Próbálom ezt az ellenségeim felé is kimutatni, hogy én ezt nem háborúként fogom fel. Te meg én egy az egybe bármikor verébe arcuk. Nem? Mit csinál? Lerajzol. 20-a van. Itt lesz a Boston West End-ben, most oda megyek hozzá, azt megmutatom, hogy én nem csak net gangster köcsök vagyok, hanem oda megyek, azt felállítom egy az egybe, legyen bármi. Baráti, nem jelent fel senkit, aki győz, az győz. Na, figyúzzatok, erről a West End-es basztás dologról szeretnék beszélni, mert azt hallom, hogy rebesgetik a verebek, hogy Paja testvéremet lefenyítették. Alapból ketten mentünk oda, amíg jött a barátnője, de hát most őt ne számítsuk már, légy szíves. Éppként ez most nagyon nagy mákod van, mert még egy soha nem mondtam el sehol, úgyhogy ezért majd azért lerakjátok azt a 150 000-et, amit megbeszéltünk. Basztam már úgy jött, hogy két testőrre. És még úgy is csak dadogva mert beszélni, hogy mi van, meg hogy szedjük már be a bífet, légy szíves, szedjük már le, meg hogy majd akkor kiírjuk, hogy ti hitelesek voltok, meg ilyesmi. Olyan mit mondott neki? Olyan... Hát semmit, azt mondta, hogy gyerek, bazd meg, álljál ki. Hát csak fénygépezek, mi nem lehet? Ezeknek az előbb említett átfújom a Real Team Music jelent csapatnak az egyik tagja odajött, és azt mondogatta, hogy gyereki a West End-ben, miközben egy percben kezdődött a dedikálásom. A két barátom, aki egyébként nem a testőröm, de azoknak nevezték őket, odalépett, hogy mit szeretne. Én meg közben beszélgettem a sráccal, hogy mondd el, hogy mit akarsz, most nem kell hozzá kimennünk, mit szeretnél. Gyere le, mi a problémád velem, mi a izé, boxoljuk le, de mondom, mit boxoljunk le? Mondtam, hogy menjünk ki, mert sok a kamera, ne legyen az, hogy baj legyen. Semmi. Egy helyben állt. Azt se tudta, hol van, szerintem. Félt? Magyarázkodott, ja. És akkor mi volt a reakció? Semmi, odaállt a testőr, hogy akkor velem kell megbeszélni, így kell velem megbeszélni. Paja megmondta, hogy hát figyelj, azt se tudom, ki vagy, bazd meg. Én a basztához jöttem, vele akarom megbeszélni ezt a dolgot, kint játsszuk le, rólam ne terjezgessen hülyeségeket a neten, azt mondja. Megpróbál kitörni ebből, hogy engem ne vegyenek komolyan. A West End-ben meg csomó kötött, a pályád nyakára egy csibész kölyök. Tökös gyerek. Tehát mindig, ami nagyon fontos, hogy ne csak beszéljél az útról, hanem járjál is rajta. Mert utána a hülyén néz ki valóban, hogy oda jön egy fiú, és akkor mondja, hát gyere ki. És akkor hát nem jövök, mert a botond mondta, meg a izé, és akkor mindenkiről beszélek, és saját barátaimat már dörzsölöm föl. Ezekkel ugye folyamatosan aláásod azt, amit képviselsz. Tehát ez egy nagyon veszélyes sztori az, hogy amikor van egy imidzsed, és annak ugye, hogy meg akarsz felelni, akkor ebbe Amerikában is belehalt egy Tupac. Ő eldöntötte, hogy megyek az úton, és akkor én ezt végigmegyek, és lehetett is tudni, hogy ebből tragédia lesz. Tehát ez ezzel jár. Nincs ezzel gond, mert legendák meg így születnek. Hossza reked tőlem, hogy verekedjek ott nélkül, két sorommal megbasszak a szívem, haver nem végül. Mindenki hasonlítgat, hiteltelen formákhoz, tanár vagyok, bassz meg, te meg csatlakozz az órákhoz. Erre nagyon megmondta a kamion barátom, meg az afful, hogy aki rappeli nem tud, az boxolni akar. Tehát, érted? Tehát, hogy most nem értettem, hogy mit boxoljak le. Hát az, hogy te azt mondtad, hogy mi üzék van, ember, nem mondtam semmit, tehát nem tudott felfogni, nem mondtam semmit. Akkor györök is, nyilván az ő közegük, ez nekik szimpatizált, hogy ő kihívott engem boxolni, csak nem a 90-es éveket éljük. Hát a West Endben boxoljatok 15 kamera előtt. Nekünk ez az életmódunkhoz tartozik az, hogy oda kell tenni magunkat, oda kell ütni, mert meg kell védeni magunkat, de Basztánál ez teljesen más dolog, ő csak ezt elreppeli. Közben Basztáik lekoccoltak ezzel a mellényes faszfejjel, nem tudom ki volt ez igazából. Még rám szólt, hogy tegyem le a kamerát. Megválaszt a kamerát, hallod? Na, hallod? Figyelj! Vagy itt a kamerára, hallod?
meg. Hát most rám könnyű rámszólt 18 éves gyerekre, a paszt is rámszólt, hogy mi van te papagáj, mit kamerázol, de Paja egyből odaszólt neki, hogy duguljál már be, hát mit papagályozod a testvéremet, nekem emberkedjél, érted? Hát ilyen most, ilyen faszfejvérű gyász, érted? Paszta nem ment ki verekedni, ott hagyta Paját és elment a dedikálására. Paja Carlo Escobarral, akit a vantidosok testőrnek neveztek, egyébként szintén rapper, várt még egy ideig, majd kiment a West Endből. Én szerintem a Basta hívta rám a rendőröket. Ezt az embert egyébként körözték. Azóta is úgy tudom, hogy börtönben van. Kiment felindultságából a West Endből ordibálni, és a polgárok hívtak ki a rendőröket, akik igazoltatták, és kiderült, hogy körözve volt. És elvitték a rendőrök, ezt pedig úgy állították be, hogy miután ez történt, én vitettem el. Érdekes, a nagy tömeg pont hozzám jönnek oda a rendőrök. Mm-hmm. És mondják, hogy van egy múltam, ami van egy év. Figyelj, ez 100%, hogy ezt ő hívta ki ott a rendőröket, mondom, kimentünk a West Endből, és a rendőrök csak vele foglalkoztak, senkire nincs ráírva, azt körözték. Ja, a nagy gangster rapper az egy vamzer féreg igazából. Sok a kibaszott kamu, aki a sziszi gangster. Telefonra vesztek, aztán lehagyják a yardon. Elvitetik magukat, ja azt hitet, hogy pardon. Nem én vagyok az, akit köröztek, te kis köcsök. Fegyverekkel járkesz, én meg padarakat lövök. A fenyegetéseket félsz, hogy egyszer csak beváltják ellened? Félni nem félek, mert nem félek senkitől, csak a jó Istentől. Én Istenféle ember vagyok. Megvan rá a kapacitásom, hogy ezeket a dolgokat megoldjam. A telefonban megmondta, hogy ő intézte a Paja sorsát, és azt mondta nekem, hogy ha nem állok le róla, akkor is oda fogok kerülni, ahol a Paja. Én amúgy nagyon szívesen vállalom azt is, ha nem bír magával, hogy úgy érzi, akkor ringbe egy az egybe, bármikor. Már innen is mondom, bármikor, bárhol. Ha valami gondod van, köcsög, akkor ringbe megbeszéljük. Te meg én. Én nem szeretem az erőszakot abszolút. Se ami a világban zajlik, se az, ami itt zajlik körülöttem. Tehát nagyon-nagyon sok energiámat elveszi, és nem, nincsen jó hatással rám. Csibész utca gyerek, állj fel, bozd meg, meg minden, ja, ja, hagyjad már. Bamzser, geci. Na jó, hagyjuk. Na, szevasztok. Gyere már! Milyen rap előadó az, bazd meg, akiket tényleg csak is kizárólag 12-14 éves emberek hallgatnak, nem szólsz hozzá, egy SM másolat, Mr. Misről beszélek, és csak szerelmes dolgokat tud írni a Raúllal az oldalán, bazd meg, aki meg rappelni se tud, bazd meg. Tehát menjetek a faszomba, bazd meg, a Mr. Mis-sel úgy, ahogy vagytok, a Mr. Mis-sel is, meg a dünnyögös buzirinyóval is, meg az összes ilyen köcsök faszsal. Közöttök nincs a raphez, bazd meg. Még a pophoz se, semmihez. Az, hogy ütemre próbáltok beszélni, az nem rap, bazd meg. Ez mondta a Funkadeli, bazd meg. Hát itt van a Punani, meg itt van a Kezdetfiai, faszopó füves köcsögök vagytok mind, bazd meg. Arra buzdítjátok a fiatalokat, bazd meg, hogy füvezzenek, a zenéteken keresztül, bazd meg.